Tolna vármegye székhelyéhez több jelentős író és költő kötődik, közülük Mészöly Miklós és Baka István alkotásainak különösen fontos színtere és ihletője volt Szekszárd. Július hónap műtárgyával a 75 esztendeje Szekszárdon született kiváló költőre, Baka Istvánra emlékezünk, mondja Ódor János, a Vosinszky-Mór megyei múzeum igazgatója. A Vosinszky-Mór múzeumban 2023. júliusában Baka Istvánnak egy Mészöly Miklóshoz írt, dedikált, Mészöly Miklósnak dedikált könyve lett a hónap műtárgya, nem véletlenül, ugyanis 1948. július 25-én született Szekszárdon Baka István, vagyis ebben a hónapban fogjuk ünnepelni születésének 75. évfordulóját, és ez az alkalom szülte a tolvajt, tehát ebből adódóan gondoltuk, hogy azt, hogy róla is úgy tudunk talán méltó módon megemlékezni, hogy ennek a könyvnek az apropóján áttekintjük a Mészöly Miklóshoz fűződő kapcsolatát. A Beavatások című könyv 1991-ben jelent meg, amely Baka István addigi munkásságát tartalmazza. Baka nagyon rövid ideig élt, 47 esztendősen hunyt el, de mégis költőként tartja őt számon leginkább az emlékezet, főként és leginkább lírai munkái alapján ismertek, de a 80-as évek közepétől egyre inkább már prózát is írt, aminek nem volt olyan nagy kritikai visszhangja, aki viszont írt róla, az mégis elismerően tette ezt. És ez a könyv, amit említettem is, ez a prózai, általában a hosszú novellái vagy kisregényének egy összegyűjtött válogatása. Köztük olyanok is, és ez a dedikációban is szerepel, ami akkor éppen elsőként jelent meg könyvben, nyomtatásban, az én Thészeusz címet viselő, hát mondjuk így hosszú novella. Természetesen Mészöly, mint prózaíró, egy generációval idősebb volt a Baka Istvánnál, és mivel prózával foglalkozott, kevésbé volt meg közöttük az a szakmai együttműködés, de viszont amikor Baka elkezdte írni ezeket a prózai szövegeit, amelynek az ihlető forrása Szekszárd volt, és ugyanebben az időben Mészöly Miklósnak a 80-as években az úgynevezett pannon próza időszakán élte, tehát akkor is nagyon sok szekszárdi tematikájú műve született meg, kisregények, egyebek, megbocsátástól kezdve lehetne hosszan sorolni a szekszárdi témájú műveinek a sorát, ezért óhatatlanul is, de azért valamilyen módon szorosabb kapcsolat alakult ki kettőjük között. Baka István ebben az időben már több évtizedes Szegeden élt. Én áttekintettem a köztük lévő levelezést is, jó pár levél megmaradt, részben a Szekszárdi Múzeum, részben a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a gyűjteményébe, ami mutatja a közös szülőföldből adódó egymás iránti tiszteletet, illetve megbecsültséget, amely főként és leginkább Baka felől irányult Mészöly felé, de Mészöly is mindenféle módon szakmai szempontból is megpróbálta támogatni Baka Istvánt, és ez különböző pályázatok, alapítványi támogatásoknak a odaítélésében is megmutatkozott, tehát ennek volt nem csak szakmai vonatkozása. A könyveit úgy néz ki, hogy Baka elküldte az akkor megjelent könyveit Mészöly Miklósnak, és hát dedikálta is, ahogy azt illik is, ebbe a sorba illik bele ez a bizonyos Beavatások kötet is. Kettejük kapcsolatáról kevés információ van a szakirodalomban, ami abból is ered, hogy Mészöly kevésbé nyilatkozott nyilvános helyen Baka Istvánról. Baka István azonban több riportban is megemlékezett róla, hogy milyen szerepet játszott Mészöly Miklós az ő életében, az ő prózaírásából. Mészölyről a következőket mondja. Én közel sem voltam soha az, aki a nagyokat kereste. Én Mészöly Miklós művét is akkor kezdtem olvasni. Olvastam már addig is, de nem elég rendszeresen és nem elég alaposan, miután a magam szekszárdi miséjét, tehát a Szekszárd melletti hitvallásomat letettem. Meg akkor kezdtem el érdekelni Szekszárd múltjának a többi részét. Egyébként is ő 80-as években kezdte megírni Szekszárdot, bizonyára emlékszel a Megbocsátás című kisregényére, ami a régi Mozgóvilág utolsó számában jelent meg, és később könyvalakban is óriási hatást tett rám. Egy kicsit azért is, mert ismertem a helyszíneit, megtisztáztam is vele azt a Fomanzárdos házat, ami ott van a Fürdőház utcában.
Én tőle tudtam meg, hogy ott valóban egy bíróságírnok lakott, ő csak kitalálta, de hát ilyen az élet. Ez ugyanaz, mint Márquez 100 év magányában leír egy vitorláshajót, amit az őserdőbe találnak meg. Pár évvel a regény megjelenés után a Kolumbia őserdőbe találtak is egy ilyen hajót. Tehát nagyon nagy hatást tett rám minden műve, természetesen, amikor végre eljutottam hozzá. Nagyon rosszul tájékozódtam, van, amiben jól, azt hiszem költészetben jól, prózában kevésbé. Nekem abban, hogy Mészöly Miklóst, akit nagyon száraznak éreztem, hogy őt megszeressem, sokat segített a saját szexuáliságomra való ráébredés, és hogy megszeressek mindent, ami ehhez a városhoz tartozik, és hát Mészöly Miklós talán a legszebb műveit írt a szexuál ihletésével. Azonban Baka István nem csak az imént idézett 1989-es riportban, hanem több későbbi interjú során beszélt tisztelettel elismerően Mészöly Miklósról. Nem mondhatni azt, hogy a kortársaknak, akik ismerték őket, az ő elmondásuk alapján, hogy nagyon szoros lett volna az ő kettőjük kapcsolata, hogy az egyikőjük Mészöly Miklós Budapesten élt, Baka István Szegeden, Szexárdon talán itt találkoztak a többet, lehető legtöbbet, néha Szegeden, Budapesten talán kevésbé, de az, hogy számon tartották egymást és tudtak egymás dolgairól, az gondolom, hogy teljesen egyértelmű. Az országútig, amely az ártéri erdő gátjától 11 km hosszan nyílegyenesen vezet a város középpontjáig. Tehát ez egyértelműen egy utalása a Mészölynek a Térképpaliszkáról című novellájában megjelent motívumra. Ennek a Beavatások könyv dedikációjában van egy utolsó félmondat, ami arra utal, hogy ez az emlegetett Én Tézeusz című novellában a Baka István ír a Kesejűsi út mellett lévő egykori fasorról is, amit ő nyárfásokra ír át. Ez egyenes utalás arra, hogy Mészöly Miklósnak 1973-ban íródott a Térképpaliszkáról című novellája, abba, ahogy az valójában is volt, egy szederfa sor kísért ezt a nagyon hosszú egyenes utat, amit tulajdonképpen a Béla király a Garai tértől egészen a Kesejűsi gátőrházig húzódott 11 km hosszan. Most is vannak hosszú egyenes szakaszai, de most már vannak benne törések, de ez a Mészöly idejében egészen mondjuk így a 70-es évekig valóban egy teljesen egyenes térképen készített út volt. Szóval erről is megemlékezik Baka István ebbe a kis dedikációban. Mészöly Miklósnak baráti tisztelettel Baka István, és ez a zárójeles részben van, hogy az ötödik írás, az Én Tézeusz még nem szerepelt kötetben, ha időd engedi, olvasd el, és bocsásd meg, hogy a városba vezető út eperfáit, ugye szederfa vagy eperfa, ez lényegében ugyanaz, jegenyékre cseréltem. B. Baka István.